Tamás már beírta magát a magyar dokumentumfilm történetébe, és hát többé-kevésbé tudjuk, hogy milyen filmekkel. Ezeket én most itt eltekintenék a több mint 40 dokumentumfilmből és 3 játékfilmből álló életmű címszerű ismertetésétől. Inkább megkérdezném tőled, hogy te Fábri Zoltán osztályába jártál, és úgy tudom, hogy nagyon jó diák, tanárdiák viszony volt köztetek, és hát a Fábri a magyar filmművészet klasszikusa, de nem arról híres, hogy a dokumentarizmushoz különösebb affinitása lett volna. Hogy te viszont az első játékfilmedet hamar elkészítetted, sikered is volt a ballagással, mégis mi sodort ilyen erőteljesen a dokumentumfilmhez, és akkor kitől tanultál, vagy kikre, szóval voltak-e példaképeid, vagy valami olyan elementáris filmélmény, ami a dokumentarizmushoz sodort? Igen, a Fábri Zoltán tanítványa voltam, és nagyon büszke is vagyok erre. Sőt, asszisztense voltam 3 filmjében, az utolsó befejezetlen mondat. A Fábri Zoltántól nem tanultunk dokumentumfilmet, olyannyira nem, hogy egyszerűen említése sem került, azzal együtt, hogy az első féléves feladatunk az egy dokumentumfilm elkészítése volt, de valahogy ezt ő mindig ilyen fikciós szemmel nézte. Ez lehet, hogy hátrány, lehet, hogy előny, én ennek előnyét láttam aztán később az életben, hogy mégis kitől és miért. A miért az egyszerű, a két játékfilm között gondoltam én, aztán eltelt utána 15-20, vagy nem tudom mennyi év, mire a másodikat megcsináltam. Akkor még ezt nem gondoltam, ilyen hosszú szünet lesz, meg kellett élni, akkor már megvolt a 2 gyerek, és kénytelen voltam bedolgozni. A tévének is dolgoztam akkoriban, és hát így. De az első felkéréseknél még dialógusokat írtam a dokumentumfilmhez, olyan vicces, valamelyik nap a kezembe került, de egyszer nem tudtam elképzelni, hogy hogy működik. És mondom is néha mostani diákaimnak, hogy ez olyan, mint a vadászkutya, olyan a dokumentumfilmes, most nem pejoratív értelemben mondom, hanem hogy ha nem érzi az ember a vadszagát, ha nem érzi a dokumentumfilm ízét, de én is körülbelül 4-5 év volt, mire megéreztem. Miközben olyan mesterektől tanulhattam a véletlen folytán, mint Zolnay Pál. Tehát én a fotográfiában végig mellette voltam, és volt szerencsém így Nagy Lászlóval és Széchenyi Margittal, illetve hát Zolnayval nagyon sok időt tölteni, és egy életre szóló élmény. Ma is azt gondolom, hogy talán ő volt a legnagyobb dokfilmes Magyarországon. Játékfilmes is, ilyen értem is példaképpen, hogy nem gondolom, hogy van különbség a két műfaj között. Van, de nem rendezésbeli kérdés. Tamás 41 néhány filmjéből természetesen csak szemezgetni tudunk, vagy inkább ilyen lóugrásokkal közlekedni, hiszen az életmű olyan gazdag. Úgyhogy néhány ilyen csúcsteljesítményt kiemelünk, és akkor ezeknek az emlékét felidézzük. Gondolom, kezdjük rögtön a rendszerváltó filmekkel. A Gyarmati Lívia, Böszörményi Géza, Recskje, ugyanennek a szerzőpárosnak, ahol Zsarnokság van című filmje mellett, te készítetted el az egyik legjelentősebb történelmi rendszerváltó filmet, az Ítéletlenült. Hogy én ezt miért érzem, hogy nagyon fontos mind a 3 film? Ezek is a társulásban készültek 89-be, 90-be, 91-be, tehát rögtön az események sűrűjében. És olyan nagyon fontos dolgokra kérdeztek rá, mint a bűn és bűnhődés, a társadalmi erkölcsiség. Engedjenek meg, hogy ide vonatkozólag egy Hanvas Béla idézetet felolvassam. Nálunk nem tud helyreállni az erkölcsiség,
hiszen a napvilágra került bűnt nem követi sem beismerés, sem bűnhődés, szükségképpen megbocsátás sem. Nálunk folyamatosan a lét elárulása folyik. Besúgóból csak úgy lehet hős, ha jónak tünteti fel a rosszat, vonzónak az ocsmányat, igazságosnak az igazságtalant, a mi esetünkben azt a tényt, hogy a két kéz ölt, rabolt, a nyelv hazudott, de az ember ezt a társadalmi berendezkedés igazságtalanságára hárítja. Hát erről a dilemmáról, erről a problémáról szól az Ítéletlenül című film, amiből most megnézünk egy részt. Miloska, magának fogalma sincs. Ha maga bejött, a puszta létével félelmet gerjesztett bennünk. Olyan önhitten és olyan magabiztosan viselte az egyenruháját. És úgy bánt velünk, mint férgekkel, akiknek meg kéne dögleni, nem még itt etetni őket. Piroska maga ezekre nem emlékszik. Piroska, nekünk rettegés volt minden percünk. Tessék? Rettegés volt minden percünk. Velem szembe? Igen, maga volt a főnök. Na nem mondja. És az éjszaka... Igen, és amikor éjszaka egy órakor föllármáztak minket, hogy azonnal összesomagolni mindenüket, és 10-es sorokban az udvaron, 10 perc alatt. Hányszor csinálták ezt meg velünk? Hogy éjszaka én magukat kikergettem hányszor? A lányból. Hányszor? De az nem az én akaratom volt. Nem egyszer. És hányszor jöttek be napközben, és a beágyazányból föltúrták, meg a Piroska hihetetlen, szóval nem féltél tőle? Nem. Nem, nagyon nehezen találtam meg. Ugye azért nem tudtam és nem is akartam kikerülni, hiszen meg se csináltam volna a filmet, ha nincs a Piroska. Pont a Liviáék zseniális filmje után úgy gondoltam, hogy mi újat tudnék mondani, de két dolog motivált. Az egyik, hogy ez egy női tábor volt. Pontosabban az a részleg, ahol én forgattam, ott csak nők voltak. A másik pedig, hogy megtaláljuk a Piroskát, ennek nagy esélye volt, végül meg is lett. Tehát ez volt az a két alapmotívum, ami izgatott, és amikor a Hugót megkerestem, mint stúdióvezetőt, ő nyitott volt erre, és hálás is vagyok a mai napig ezért. Én azt gondolom, hogy ez egy, nem azért, mert az én filmem, de ez egy fontos film. Most a művészi értékéről én nyilván nem akarok, és nem is tudok beszélni, de ez, ami nincs még túl a magyar társadalom. Egy másik rendszerváltó része az életművednek az Ószt című sorozat, ami már 87-ben elkezdődött. Hát tudjuk a rendszerváltásról, hogy ott nagyon sok olyan társadalmi folyamat kapott legitimációt a rendszerváltáskor, amik már sokkal hamarabb, akár a 80-as évek elején, közepén elkezdődtek, és te is nagyon jól megláttad a 87-ben kezdődő Ószdi vaskohászat történetében, hogy itt már erjed valami, és rögzíteni kell az utolsó pillanatban. Ezt miből érezted meg? Mert hiszen akkor még nem erről szóltak az újságcímek. Hát ennek nagyon érdekes története van. Az egyik filmem, a ilyen tévéfilm kategóriában, akkor még volt Miskolci TV-fesztivál, a jelenlévők talán emlékeznek rá néhányan, ott nyert a dokumentum kategóriába díjat, fődíjat. És amikor a díjkiosztás volt, az akkori megyei első titkár is eljött. És nagyon kedvesen, és érezve az új idők új szeleit, azt mondta, hogy ti filmesek mindig ilyen marginális témákat csináltok. Ez egyébként az Edda film volt, a Kölyköd voltam, ami természetesen nem az Eddáról szólt, hanem a... Igen. És hogy miért nem foglalkoztok komolyabb témákkal, pertú. És mondtam, hogy miért, mi a komolyabb téma. Hát, de mondom, akkor tessék, mi a komolyabb téma. Hát itt körülbelül 2 éven belül 10 000 embert fogunk utcára elküldeni, nem utcára küldeni, mert át kell alakítani a kovászatot, a nehézipart, stb., mert ez így nem fenntartható. És mondom, és hova lesznek az emberek? Hát...
Hát ez egy komoly konfliktus és válság lesz. A megyei első titkár és a miskolcia, vagy a Borsod megyei mindig az egyik legerősebb. Ezt kijelentette, mondom, hát akkor nézzük meg, hogy mi ez. De valójában nem is ez izgatott, hanem ott volt egy történet egy bizonyos Seppelfeld Sándorról, aki kettes számú munkásőr bizonyít, igazolványa volt, és fejbe lőtte magát, öngyilkos lett. És az izgatott, és egy író kollégával elkezdtem utána járni, hogy azt abból valami történetet csináljunk, mert nyilván az a meghasonlás, amire öngyilkos lett, az sokkal mélyebb dolgokat feltételezett, sokkal mélyben zajló dolgokat. És amikor lementem először Miskolcra, majd Ózdra, és amikor átmentünk Ózdra, az volt a végső lökés, hogy dokumentumfilm legyen, olyan díszletek, tényleg úgy éreztem, olyan díszletek közé kerültem, olyan arcok köré, amit egyszer nem tudtam elképzelni, hogy a színésszel meg lehet jeleníteni, illetve hogy hogy építek ilyen díszleteket, ami 100-150 éves gépek és épületeket jelent. És akkor így kezdődött ebből a dokumentumfilm széria. Én eredetileg is 3 filmet akartam készíteni 5 év alatt. Akkor még a Kőhalmiféle igazgatóság működött. És azért gondoltam, hogy 3 filmet, mert gondoltam, hogy 5 év alatt talán változik annyira a helyzet, bár akkor még ugye senki nem tudhatta, hogy mi lesz, hogy talán akkor már be lehet mutatni, mert világos volt számomra, hogy a munkásosztály, amire az az ideológia támaszkodott, az egyáltalán nem azt gondolja, mint amit ott a parlamentbe papolnak, vagy amit a Népszabadság akkoriban megírt. És hát minimum hasadás vagy repedés volt a szocialista freskón, és főleg, hogy a munkások által megpingálva. Na most ez nyilván egy főbejáró bűn lett volna, ugye ez a szorításban az első film. Utolérte az idő. Elkészítettem azzal, hogy ezt nem mutatjuk be, majd a 3. film után, és akkor a Kőhalmi forgattuk Ózdon a 2. részt, amikor fölhívott telefonon, hogy azonnal jöjjek föl, mert a filmet megnézi ő, meg mi nem tudom kicsodák, és mondta, nem tudok fölmenni, mert itt lent forgatok, és akkor a vágó megmutatta a filmet, és egyszer csak, hogy nem a film szemleprogramjába került, és akkor nem tudtam, tehát ez még hazárjárték volt, hogy most vagy bejön, vagy nem, és a Pozsgai adta át végül is a díjat, mert kaptunk rá díjat. Úgyhogy. És hogy milyen mértékben lettek ennek a privatizációnak vesztesei a munkások, azt a Meddő című film mindennél kíméletlenebbül és alaposabban, és az érzelmekre is hatva mutatja be, ebből néznénk meg egy rövid részletet. Megengedsz előtte egy kommentet ehhez? Tehát a Meddő az már tulajdonképpen egy végállapot, a miénk a gyár 2. részében derül ki, amikor a spontán privatizáció nemhogy nem segített, hanem a két főszereplő, a egykori gyárigazgató, illetve a Petrenko, aki egy magánvállalkozó, mind a kettő gyár tulajdonossá vált, az egyik egy kisebb, a másik nagyobb, és mind a kettő valójában vagy ezért, vagy azért, vagy kényszerű okok miatt a csődbe ment, és utána a gyárat darabonként széthorták, és a Meddő már az az állapot, amikor a meddőhányóból élnek emberek, és az a rész, amit kivettem, az nem tipikus a filmre, de a címet jelöli, és egy roma családnak egy a napi megélhetését mutatja be éppen ez a rész, de a film egyébként nem teljesen erről szól. Maká István, ide haza van? Személyolvanyát adja ide, legyen színes. Ne sokat beszéljen, a személyolvanyát adja ide. De jó a saját személyolvanya is. Tudja, hogy a mai napra a lakást meg kellett üresíteni. Nem tettek eleget a lakás megüresítésnek, ezért a kilakoltatást megkezdjük. Meg tudja határozni, hogy hova vigyük a ingó vagyont? És pedig? Hétesben. Igen, áll ezt az éjházban, ott van. Tessék. Kérem szépen, a kiskorúak a hétesben nem mehetnek. Ha mi? Tegnap ellenőriztük a lakást. Nagyon gyorsan dönts el, hogy hova költözik. Ah!
És ugye milyen szép lehet valami. Ez a csöpség. Lehetne a filmet csinálni bármilyen hasonló társadalmi problémáról, mert privatizáció ma is van, kilakoltatás ma is van. Hát készülnek filmek, de mind nehezebb, és én nagyon feketének tartom a dokumentumfilm, ilyen témai dokumentumfilm lehetőségeit, vagy jövőjét. Feketén látom. Mert amíg az Ós sorozatot, igaz, hogy ez egy ilyen szerencsés pillanatban készült, mármint filmes szempontból, hogy ilyen ex-lex állapot volt az országban, a vállalati négyszögbe forgathattam, szakszervezetülésen, pártbizottságülésen, munkásgyűlésen, gyakorlatilag teljesen nyílt társadalom volt ilyen értelemben. Ma egy BT kültagja megtiltatja, hogy az ember forgasson, és akkor nem kell hozzá nagy fantázia, hogy miért nem készülnek jelentős társadalmi ügyekről ma filmek, ez meg nagyon elgondolkoztat, hogy akkor hol is élünk ma. És ez engem nagyon-nagyon rossz érzéssel tölt el. Én is ezért fordultam egyébként, inkább ezért is fordultam inkább magánéleti témák iránt, amik persze örök életűek, hiszen mindenkivel megtörténhet, előfordulhat, meg az élet alapkérdéseit érinthetik ezek a filmek, de ugye ebben a filmben, mondtam, ez nem a fő téma, amit látunk, de azért elképesztő, hogy a hatalom most függetlenül, hogy mennyire legális, nem legális ez a lakhatás, ebben az esetben egyébként az volt, de hogy azzal az arroganciával, azzal a göggel, azzal a nyelvezettől megjelenik, nem lehet lefegyelezni, nem lehet mit kezdeni, és pláne azok az emberek, akiknek ez aztán végképp nincs eszközük, teljesen kiszolgáltatottá váltak. Lényegében megelőzted a kérdésemet, mert azt szerettem volna Tamástól megtudni, hogy 10 évig forgatta ezt a sorozatot, amelynek minden egyes része nagyon erőteljes, nagyon húsba vérbe vágó, és nyilván gondoltam, hogy talán emberileg, hát a filmrendező is ember, hogy elfáradtál egy kicsit, talán belefásulsz ebbe a rengeteg társadalmi problémába, és hogy azért álltál át egy pár évre a magánéleti drámákra. Hát a legnagyobb siker, vagy a legnagyobb visszhangot keltő film ezek a között a Sejtjeink volt, amit gondolom nagyon sokan ismernek. A Sejtjeinket például vetítették külföldön? Igen, vetítették külföldön, sőt, ugye ez volt a magyar Oscar-jelölt. Igen, Oscar-jelölt volt, igen, azt tudom. És de hogy... ugye volt szerencsémként a vetítésekre részt venni, és persze most távoli 5 ember bármit mondhat, de tanúim vannak rá sok százan. Amikor a Los Angelesben az egyik vetítés lezajlott, akkor ugye ott volt az akadémiának már 5 olyan tagja, aki egyébként nem szavaz, vagy volt tagja, és ott fölálltak utána ott egy beszélgetés, ez a UCLA-n történt az ott egyetemen, és mondták, hogy ez messze jó film, mint ami nyerni fogja az Oscart. Mondták ezt egy hónappal, vagy 3 héttel az Oscar előtt, de lehet, hogy még több is volt. Hát miért, azt hittem vicc, de miért, melyik nyeri az Oscart, és mondták, hogy a Michael Moore-nak a filmje. Mert hogy ugye film nem tud labdába rúgni megfelelő marketing és reklám hadjárat nélkül. Ezt ma már minden filmrendező felfedezte, már a keleti térségben is. Ugyanakkor azt is hozzáteszem, miközben a film, ahol vezetettük, nagy tetszést aratott, miután nagy mértékben a nyelvre is épül, és nagyon sokan a világban nem szeretnek, vagy nem tudnak olvasni, idézőjelbe persze. Vannak országok, ahol elkényelmesítették a nézőket, és tényleg nem szeretnek sokat olvasni az Egyesült Államok, de nem mondom, hogy az értelmiségről beszélek, de többek között egy ilyen ország. És
És mondták nekem forgalmazók, hogy miközben ők nagyon erősnek gondolják a filmet, de hát ezért nagyon nehéz ezt mondjuk televízióban leadni, moziban nyilván a mentés egy csomó helyen. A néző vagy sír, vagy nevet, vagy a körmét rágja a szereplőkkel az eredményre várva, de egy pillanatra sem szűnik meg együtt lélegezni a szereplőkkel. S aztán a szülések, a boldogságba vegyülő tragédia, hogy orvosi hanyagság miatt egy a terhességéért évekig küszködő egészséges ikreket kihordó anyának csak az egyik gyermeke születik élve. Nincs az az amerikai szuperprodukció, ami jobban rabul ejti a nézőt, mint a három pár küzdelme a gyermekért. Engem az érdekelt, akkor is, amikor néztük ezt a filmet, meg most is, hogy a filmrendező hogyan éli ezt meg, hiszen 2,5 évig állandó készenlétben, még jobban, mint egy mentőorvos, vagy valami hasonló, hiszen nem tudhattad, hogy másnap mi történik, és akkor forgatni kellett. Tudnod kell, hogy ez egy terápia volt magamnak, mert az előző film, a Szívügyem, ahol meghalt a Laci, a főszereplő, az annyira megviselt, hogy egyszerűen nem tudtam egy darabig az anyaghoz hozzányúlni, hiszen a rendező vagy a filmkészítők együtt élnek az alanyaikkal, és sokkolt bennünket ez a dolog. Én akkor elhatároztam, hogy többet nem készítek olyan filmet, ami a halál, ami benne van, kódolva van a halál lehetősége. Viszont azt is láttam, hogy mennyire érdekli a nézőket, az embereket, hiszen megszületünk, élünk, aztán meghalunk közben, néha betegek vagyunk, néha egészségesek, de biztosan megyünk egy irányba. Tehát ezek az alapkérdései az életnek. És gondoltam, hogy akkor egy ilyen téma az érdekes lehet, és akkor ilyen majdnem kizárásos alapon jutottam el a születésig, de egy csomó gyönyörű filmet láttam a születésről, játékfilmet, dogfilmet, animációs filmet, és nem akartam, gondoltam, hogy hát én miért ismételjek nyilván rosszabb minőségben, mint esetleg mások. És akkor jött ez a Lombik Bébi történet, mert hogy körbe érdeklődtem egy csomó ismerősömnél, ez egy akut probléma volt, csak nem beszéltek róla. Igen. És talán a filmnek a legnagyobb erénye, vagy eredménye, vagy hatása, hogy ma már ez a tabu jelleg talán megtört Magyarországon, azóta bátrabban beszélnek asszonyok, házaspárok erről a dologról. Tehát ezt leszámít egy-egy pillanatot, én nem éltem meg annyira drámaian. Hát az a pillanat, amikor kiderült, hogy az ikerpárból az egyik egy orvosi műhiba miatt meghalt, az nagyon megviselt nyilván engem is. Tehát most a filmben, amit majd bejátszunk, abban egy olyan rész lesz, ami nagyon szép szerintem. Nekem volt jobb. Itt egy mozgó spermium, amelynek szép a feje, arányosak a méretei, megfelelő a mozgása. És most megtörténik a megbénítása a spermiumnak, fölé megyek, és rávágok a farkára, egyszer-kétszer, amíg mozgását meg nem szünteti. A természetes szelekció az inkább a ilyen szelekcióm által működik. Na és most lesz a nagy pillanat. Engedem a spermiumot, és belemegyek a petesejtnek a közepébe. Visszaszívom a spermiummal együtt a plazmát, úgyhogy átszakadjon a belső hártya. Ha ez nem történik meg, akkor nem lesz megtermékenyülés. Pici mozdulatot még végzek, hogy biztosan meglegyen. És íme, ott van benne spermium a petesejtbe. 4 darabnak nagyon jó a minősége, 4 darab embriónak. 1 közepes minőségű van, és 2 olyan, aminek nem vagyok megelégedve a minőségével. Ők a tökéletes minőségűek. Tehát ő az 1-es, 4 sejtes, ez 2. napra. Olyan, ami ennek lennie kell. Kész.
Hát, Katikám. Indulhatok? Induljunk. Ellenállás? Minimális. Mennyi? Oké, okay, ott van. Ott van. Ott van. Nagyon lassan mozdulok. Oké, okay, rendben vagyunk, befejeztük. Kismama vagy. Igen. Kismama. Igen. Ébesztő. Jó, de jó, itt vannak, itt. Ott vannak. Jó, de jó. Mert ez már sírok, jó, de. De jó lesz. Azt hiszem, a Schneeberger filmet azt már a Vajna rendszerbe csináltad. Ha erről mesélnél valamit. Ez a Schneeberger Feri táborában készült, de valójában ez a Kuru Antalról szóló film. Ez egy roma fiatal, akinek halmozott a hátrányos a helyzete, ugye ebben nincs olyan sok meglepő, sajnos, aki egy óriási lehetőséghez jut, hogy őt ingyen a világtanék legjobb képzési helyén és kiváló zenész tanárokkal és egyéb tanárokkal, mentorokkal körülvéve és segítő támogató programban részt vévén esélyhez juthat. Ugye ez a dolog is egy óriási harc, amit részben a körülményekkel kell megvívni, de leginkább önmagával. Tudnék, ez a fiatal ember, aki úgy került oda, hogy ő edényén legjobb gitárosa, nem ismerte a kottát, nem volt zenész a családban, és a táborba kiderül, hogy nem csak, hogy ilyen hátránya van, hanem olyan is, hogy nem tanult meg tanulni. És ugye ez ilyen értelme nem is roma film, mert ez a kompetenciák hiányáról szól. Én nagyon bízom benne, hogy akik megnézték, értették legalábbis, visszajelzésekben ezt gondolom. Azért sokkal, látszólag ez egy ilyen smooth, egy ilyen könnyű, könnyed film, de ez egy nagyon, nagyon-nagyon súlyos társadalmi problémáról szól. Számomra nem tűnt ez egy könnyed filmnek, nem tudom honnan veszed ezt, hogy könnyed. Én nem így gondolom, csak sokan azt gondolják, igen, hogy mert zenés, meg a vége ilyen happy end-szerű, mert ugye az a vége, van, hogy igen, a tititá, amitől nem, mert igen, ugye úgy jön oda, hogy nem ismerek ott, tehát ezt mondtam, de azt se tudja, mi a félhang, negyedhang, mik a nyolcadok. És a legvége az, hogy ő ezt tanítja ott edelényben. És ez így látszólag egy happy end, de valójában ez sokkal drámaibb a helyzet, mert nincs kiút. Tehát, hogy az a probléma, hogy ugye ez a tábor véget ér, utána mi lesz velük, ez a kérdés. És az Anti ugyan most már megtanult kottát olvasni, most már viszonylag otthon van zeneelméletből, mert utána konziba fölvették. De mi is például a konzervatóriumot befejezi, akkor nincs hova költöznie. Meghalt az anyukája edelényben, és pontosan tudom, hogy egyszerűen hajléktalanná válik. Próbáltunk ugye egy embernek lehet segíteni időszakosan, így úgy amúgy, de hát nem egy emberről van szó, hanem sok tízezerről, százezerről van szó, és ez a fiú egy végtelen jó szándékú, jó érzékű, tisztességes fiatalember. Tehát nyilván sok ilyen van közöttük, akik a táborba jelentkeztek, és az ember szíve megszakad, amikor ő például azt mondja a tanárnőjének, hogy úgy érzem, hogy én nem vagyok kész az életre, én még gyáva vagyok, én még nem vagyok kibékülve a hangszeremmel, de leginkább magammal. Én nem tudom, mit kezdjek az életemmel. Tehát ilyen őszinteséggel az ember találkozik, lefegyverző, mert egyszer azt mondja, amit más nem mer elmondani. Az a borzasztó, hogy ez igaz. Ne azt érezd ebből az egészből, hogy te mennyivel, esetleg mennyivel rosszabb vagy, mert most szerintem azt érzed. Hanem mindig azt lásd, hogy mivé tudsz fejlődni, hova tudsz fejlődni. Tanuljam meg a kottát, gyakoroljak, tanuljam az angolt, figyeljek oda a dolgokra. Egy picit sok. Sokan lehet, hogy azt gondolják, hogy ez a... erre a helyre eljönnek, és soha nem mennének haza meg. Vagyis ez nem jó szó erről, soha nem mennének haza, hanem itt maradnának szívesen. De nem ilyen könnyű ez. Én is azt hittem egyébként.
hogy könnyű lesz, de nem. Ezek után, hogy mi lesz, nem tudom. Én nem vagyok rendben most. Hogy nem a gitárral van a baj, itt velem van most a baj. Az, hogy a hitem gyengült. A hitem gyengült a gitár felé. Ez semmi, amit én csinálok. Ez nulla. Attól félek, hogy én még nem vagyok kész az életre, és ha szégyen, hanem én gyenge vagyok ehhez. Színház és Filmművészeti Egyetemen 18. vagy 19. éve tanítasz. Ha mesélnél valamit, mondanál valamit arról, hogy hogyan oktatható, hogyan tanítható szerinted ez a rendkívül nehéz dokumentumfilmes tevékenység. Az is eszembe jutott, amikor gondolkoztam ezen, hogy hogy zajlik a tanítás mostanában, hogy a technikai fejlődés az valami olyan mértékű, hogy egy ismerősem azt mondta, hogy azt hiszem, abba hagyom a tanítást, és kérdeztem, hogy miért. Azt mondja, azért, mert a gyerekek többet tudnak, mint én. Örülök, hogy ezt mondtad el példaként az előbb, mert én azt gondolom, hogy nem csak technikai ügyekben van mit tanulni a diákoktól, hanem művészi és emberi ügyekben is olyan értékeket kap az ember, amit nem lehet eléggé megbecsülni. És ez nagyon érdekes, hogy nem csak a hazai, vagy sokszor nem is a hazai, hanem nemzetközi képzésben még izgalmasabb, mert olyan országokból érkeznek, olyan kultúrával, olyan szociális háttérrel, amit mi nem ismerünk, és éppen ezért új más fénytörésben látnak dolgokat, mint mi. Én ugye az első 8-9 évben nem dokumentumfilmet tanítottam, de aztán nem kitaláltuk, hanem mindig is éreztem a hiányát, hogy nincs dokumentumfilmes képzés, és akkor létrehoztuk a mesterszakot a dokumentumfilmben, és éppen ezért, hogy amit mondtál, hogy a digitális forradalom óta már otthon is készíthető film, tehát telefonnal, számítógéppel, de hát vannak olcsó kamerák. Ezért már a felvételi, a belépési követelményeknél mi nem szükítettük be úgy, mint régen, hogy csak úgy, mert ez mesterszak, tehát hogy akkor csak filmes BA-ról lehet jönni, vagy televíziós BA-ról, hanem kinyitottuk minden BA-ra. Mert azt gondoljuk, hogy magát a szakmának azt a részét, ami a filmcsináláshoz minimálisan kell, azt meg lehet tanulni a számítógépen keresztül, vagy a kortársak csoporttól, bárhonnan. És ez nagyon jó döntésnek bizonyult, mert ilyen vérfrissítés ez a szakmában. A másik, hogy amit lehet tanítani, ugye én a Fábritól, Radványi Gézától, akit én szintén mesteremnek gondolok, alapvetően világnézetet tanultam. Fábri azzal kezdte, hogy a filmrendezés az alapállás a világban. És hát a mai kor is megkívánja az embertől, hogy valamilyen módon lássa a világot. És ezért is gondolom, és tanítjuk az etikát, ami előttünk nem volt az egyetemen, más egyetemeken sem nagyon, kivéve talán ezeket a szakokat. Mert azt gondolom, hogy főleg a dokumentumfilmrendezésnél talán még a tehetségnél is fontosabb az etika, hiszen a dokumentumfilm minden ellenkező éreszteléssel ellentétben ugyanannyira kötetlen és szabad, mint a fikciós film. Mindent meg lehet másítani, tehát semmi máson nem múlik, mint a tehetségen és leginkább a morális tartáson. És ezt próbáljuk mi a diákoknak nagyon erőteljes példákon keresztül, jön Lynn Riefenstahltól a mai napig, nagyon erős hazai és nemzetközi példákon keresztül. Nem elmondani, hogy tehát nincsenek szabályok, mert erre maximum televíziókban vannak, és saját szempontú etikai normák, ami nem azonos feltétlenül a dokumentumfilmes normákkal, és jobb is, ha nincsenek leírt normák, de hogy az agyába benne legyen, hogy ez egy alap
kérdés minden egyes felvételnél, ezt próbáljuk átplantálni belőjük. Hát nyilván a szakmaiság az elengedhetetlen dolog, és kiváló segítőim vannak, említett Kékesi Attila, aki most már egyetemi docens lett, rendező, operatőr, a Titi Tábő volt az operatőr például, és hát kiváló csapaton, aki elméleti és szakmai csapat, aki még segíti a munkánkat, és van ez a nemzetközi képzés, amire nagyon büszkék mondjál vagyunk. Neveket, csak még annyi, ezt doknomásznak hívják, és a világ minden részéről veszünk fel hallgatót, angol nyelvű képzés. Ez csak azért furcsa, mert 50 évesen kezdtem angolul tanulni, és angolul kell tanítsak, és hát nagyon nagy energiákat kíván tőlem, hogy a lépést tartsam, ugye ezek anyanyelvi angolok sokszor. Jelen pillanatban 64 országnál tartunk, tehát annyiból volt az elmúlt 5 évfolyamból hallgatunk, és most vettük fel a 6. évfolyamot. Jelen pillanatban itt van nálunk, mesterkurzus tart a Bill Nichols a meghívásomra, aki itt ül a szakmából tudja, hogy a legnagyobb teoretikus ma a filmterületen, a dokumentumfilmen biztos, tehát a non-fictionben, de fikciós filmterületen is a legmegbecsültebb teoretikus a világon, és ő tart most egy 5 napos mesterkurzust a mi felkérésünkre, ő most már 4. éve, de ugyanígy az Ellen Rosenthal, vagy a Rabiger, csak most külföldieket mondjam, de mit most Stör Lóránt, Báron György, mondjuk a Gyuri nem, de a Stör tanít a nemzetközi képzésben, operatőrök, Vecsernyés János, Szabó Gábor, most Balázs Gabi, hát mindenki ismeri a szakmámat, a legjobbak Magyarországon, vagy a világon, akiket meghívunk. És magyar hallgatóitok is vannak azért? Ugyanígy nyitott 2 magyar hallgatónak az egyetem, de ugye ez úgy néz ki, hogy ez nem csak a mi képzésünk, hanem egy joint master képzés. Mi vagyunk az ötletgazdák, mi alapítottuk, és konzorciumvezetők vagyunk, de bevonnunk egy portugál és egy belga egyetemet, és ezért van egy board, van egy-egy kollégám, egy portugál és egy belga, illetve a Winkler Erika, aki a gazdasági, vagy nem tudom milyen szervezőfőnök. Tehát mi vagyunk 4 a board tagjai, és amikor felvesszük őket, akkor mi és ugyanígy a Kékesi Attila, illetve a portugál Kékesi Attila, meg a belga, ott ül, és akkor együtt, egy előszűrés után kb. 50-60 hallgatót Skype-on keresztül meghallgatunk, úgyhogy ahogy megy a nap, úgy van a Skype interjú, és kezdjük, mit tudom én, Új-Zélandon, vagy Ausztráliában, Fülöp-szigeten és Ecuadorban fejezzük be, és ezt 3 vagy 4 napig csináljuk. És akkor egyébként magyar hallgató az első évfolyamban volt, Zurbó Dorottya, most az egyik legígéretesebb rendező jelen pillanatban, aztán volt a 3. évfolyamban egy, és több nincs, és nem rajtunk múlik, mert van egy nagyon erős minőségi kontroll, és aki bekerül, az bekerül. Persze nekünk szívügyünk, hogy bekerüljön magyar. Most úgy tudom, hogy 2 munkán is dolgozol, az egyik egy hosszú dokumentumfilm a tokai borvidékről, a másik pedig egy játékfilmterv, akkor talán kezdjük a tokajjal. Hát igen, mert mindjárt indulok oda. Ez egy úgy volt, hogy egy nagyon nagy költségvetősi látványos film lesz, és aztán utólag a film alap az ígéretekhez képest 1/4 költséggel támogatta meg az elképzelést. A probléma az, hogy az ötlet az nem erre lett kitalálva, tehát most mindent újra kellett gondolnom, és ugye már előforgattunk. Én azt gondolom, hogy a tokai az Puskás szintű, tehát egy olyan termék, amit világban sok helyen ismernek, vagy főleg ismertek, de ma még emlékeznek rá. És hogy azt gondolom, hogy van ilyen, hogy eszencia egyébként, de eszenciálisan tartalmazza mindazt, ami Magyarországon kulturális értékként felhalmozódott, és ami a jelenkor problémáit megfogalmazhatóvá teszi. Ezeket mind be tudjuk tenni ebbe a filmbe, vagy nem is mind, de sok mindent. Tehát nagyon izgalmas dolog, és ezt mindig újra és újra kell gondolni egyébként, amiatt, hogy most a támogatás csökken, de hogy a dokumentumfilm egyébként is, ezt az Olnai Pali mondta, hogy van egy prekoncepció, de az arra jó, hogy utána el kell dobjad.
És ez tökéletesen igaz, ezt mindig mondom, tanítjuk a diákoknak is, hogy prekoncepció nélkül nem lehet forgatni, de ha követed a prekoncepciót, akkor valószínűleg nem lesz jó film. És ez, aki csinált filmet, az érti, hogy miről van szó, mert nem lehet kottából dokumentumfilmet csinálni, de kotta nélkül nem lehet improvizálni. Magyarul, ha az életet követem nap mint nap a kamerával, akkor viszont nem lehet ragaszkodni a forgatókönyvbe leírtakhoz szó szerint, de ha nincs egy váz, egy világos képem, hogy mit szeretnék, kik a karakterek, mik a konfliktus, várható konfliktusok, azonnal mi lehet a kimenetele, akkor még nem tudok egyéb kézlábanyagot készíteni. Hát ez a Tokaj, ez nagyon izgat engem, még nem tudom, hogy lesz belőle film, így a új és új felállások miatt, de hát majd valamit kipréselünk, ha már borról beszélünk, tehát majd valami eszencia csak lesz. Na most a játékfilm témája Tamásnak, az még izgalmasabb. Azt hiszem mindenki, aki itt ül, tudja, ismeri Pipás Pista történetét. Ez egy nagyon kurens téma, hiszen Ember Judit forgatott róla dokumentumfilmet, akkor készült tavaly Posgai Zsolt egy színdarabot, írt és rendezett belőle, és Csóri Sándornak is volt egy nagyon alapos elképzelése Pipás Pistáról, és nagyon fontosnak tartotta a jelenséget, a témát, és ő háromfajta módon is el tudta volna képzelni Pipás Pistáról mondjuk egy filmet. A legelső a krimi rész, a második egy társadalmi dráma a szegény parasztságról és benne Pipás Pista szerepéről, a harmadik az egy ilyen mitológiai, lecsupaszított mitológiai váz, ami arról szól, hogy a gyilkos együtt él az áldozatokkal. Neked mi a koncepciód? Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az Ember Judit féle dokumentumfilmet testközelből végigkövettem, a feleségem volt a vágója. Ebből kifolyólag én onnan akkor elhatároztam, hogy ha a Judit nem csinál filmet, már az Ember Judka filmet, játékfilmet, akkor én fogok. És nem találtam fogást rajta kb. 20 évig. Baromi nehéz ebből filmet csinálni. Látszólag egy könnyű téma, ha nem tudom, hogy mindenki ismeri, vagy nem, csak két mondatban a történet, ami a valóságban volt, aztán a mi filmünk ez nem ez lenne, vagy nem pont így lenne. 30-as években történtek öngyilkosságok, férfiak felagasztották magukat Dél-Alföldön, és 8-10 évvel később önszántából egy nyomozó, még a főnök a tiltás ellenére is újra elővette ezeket az aktákat Szegeden, és kiderítette, hogy itt nem is öngyilkosság, hanem gyilkosságok történtek, és ennek az elkövetője, egyébként többen követték el, de a fő elkövető, mert mindig volt segítő, az egy Pipás Pista nevű férfi, és amikor letartóztatták, kiderült, hogy ez a Pipás Pista, egy erős testalkatú magas férfi, az valójában nem férfi, hanem egy nő. Ugye ez a valódi történet. Veres Attilával, egy nagyon-nagyon tehetséges fiatal íróval szövetkezve sikerült ebből könyvet készíteni. A lényeg az, hogy mi áttettük a történetet első világháború utánra, és azért tettem át oda, az írtuk az Attilával így, mert ugye itt kollektív bűnösségről van szó olyan értelemben, hogy az asszonyok a mi filmünkben, a valóságban is, csak nem ilyen mértékben, tulajdonképpen sok ok miatt közösen eldöntik, hogy ki lesz az a férfi, akit ki fognak végezni. Meg ez a bűn és a büntetlenség, és mi a határa. Vajon meddig mehetnek el az asszonyok a jogos sérelmeik megtorlásában? Ez a kérdés. És vajon, hogyha ezt megteszik, akkor ők bűnösök, vagy nem? Tehát, hogy ezek a film egyébként egy thriller lesz, de egy ilyen történelmi szociothriller. Hát, ha elkészül, remélem, hogy igen. És ezeket szerintem rendkívül mai problémákat veti föl, bár mondom, visszatettem a első világháború utáni évekbe, pont azért, mert hogy az az elképzelés, hogy akkor a férfiak, mint a valóságban is, be voltak hívva katonának, azaz a fronton harcoltak, 3-4 évig nem voltak otthon, csak öregek gyerekek,
és a nők már nosztalgiáznak, hogy a férfiak, akik addig verték őket, meg gyalázták őket minden módon, azért visszavárják, egyszerűen mégiscsak a férjük meg a gyerekük apja, de közben rájönnek a saját erejükre, minden maguk kell megcsináljanak. Ez nincs benne a film, ez az előtörténet. Onnan indul, hogy megjön a főszereplőnk. De a férfiak, akik megjönnek, azok nem csak testileg roncsok, de aki még túlélte és haza tudott jönni, az vérszagot szagolt, és ha lehet, akkor még kegyetlenebbé vált. És olyan film itt indul valójában. Egy kriminek tűnő, de átmegy thrillerbe, és végén egy ilyen társadalmi drámává válik a történet. Ott tartunk, hogy most még egy új producert is bevontunk a történetbe, hogy most két kiváló producere van a filmnek, még film nincs. És most adtuk be a napokba, úgyhogy egy hónapon belül lesz döntés. Nagyon előre szaladok, ha a szereposztásról kérdezlek. Na jó, akkor arról nem kérdezlek. De őszintén szóval nincs. Igen. Az a Pipás Pista megtalálása, az nem csak egy kiváló színész megtalálása, hogy még az is kérdés, hogy nő legyen vagy férfi, hogy magyar legyen vagy nem, hogy színész legyen vagy nem. Tehát minden ezen áll vagy bukik, miközben nálunk nem a Pipás Pista a főszereplő, de mégis egy központi figura. Többet a könyvről nem mondok el, mert akkor... Jelen pillanatban ugye munkacím Átokháza. És azért Átokháza nem jó cím, mert a valóságban ott történt. Ahol laktunk, az a család, velük beszélgettünk erről, hogy ezen a környéken történt ez a valóságban, a 30-as években. És mondom, hát mi kitaláltuk, hogy Átokháza, de hát ez Átokháza, ez létezett. Rózsa egyharmada, ma is Átokháza területe, Rózsa egyharmad része ma is. Tehát, úgyhogy hát így van, de valószínűleg ez csak munkacím marad, mert kitalálunk valami jobb címet.